Tisztelnének, ha csatlakoznának. Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek itt a Star Wars Empire csatornán. Na végre úgy érzem, hogy sikerült mindent top kopra beállítani. Na nézzük, kik vannak itt. Hatan vagyunk, tök király. Azt mondja, hogy... itt van velünk Zsuzsi, Galactic Empire, Molnár Márk, Waves, Gábor, és ennyi. Na, sziasztok, sziasztok, General Kenobi, nincs hang, tök jó. Na, hallak, nagyszerű. Oké, okay. Folytassuk is akkor a Kashyyykkal. Hát annyi csalódást kell, hogy okozzak, hogy még mindenképpen fel kell, hogy menjek a hajóra, és meg kell, hogy hallgassuk. Itt nem kell meghallgatnunk semmit, hanem egyből mehetünk is majd a Kashyyykra, csak átváltunk, hogy ti is lássátok azt, amit én látok. Ez az. Így né. Bocs. Szóval itt vagyunk, most már mehet minden, elméletileg ti is mindent jól láttok. Mindjárt megkapom a visszajelzést is. A Kashyyykra fogunk menni. Ah, Kashyyyk, love the humidity. Na, megyünk is a Kashyyykra. Én is hallok mindent, elméletileg ti is hallotok mindent, legalábbis a kijelzőkön így látszik. Nem is vagyok szerintem túl homályos, nem is. Hú, még a stream beállításába akartam átállítani azt, hogy mindegy, maradhat. Jó lesz ez így. Elméletileg jó a kép. Oké. Nem vagyok én túl sötét ehhez amúgy. Mármint, hogy nem agyilag, csak a képem. Na, hát, majd szóltok. Elméletileg úgy nézem, hogy jó a kép. Ide majd le kell ülnünk, és aztán is. Hangerült egy picit feljebb a szem, jó? Úgy halljam én is. Oké. Nagyszerű. Nektek jó minden? Minden tökéletes? Szia Gergő! Kira! Szevasz haver! Mi a helyzet? Nem is gondoltam, hogy te is benézel, és megnézed a barátodat, ahogy éppen elbénázza az életét. Nem? Na, mi a helyzet, Gergő? Jól vagy? Mesélj valamit. Eljöttünk a Kashyyykra. Ha valami gond van, akkor szóljátok, jó? Gyer a szóját cseleinek is. I don't need another set of hands. Just please keep your eye on the scanner. Please. All right. Erre a részre nem is emlékeztem amúgy, hogy így van. I don't see anything. You're preoccupied with something on the ground. We're clear. Kicsit fárasztó napom volt, egy kerti partiról jöttem éppen. Hát ilyen búcsúkuli volt a barátom, a legjobb barátnőjének. Elutazik egy hónapra Londonba. És ott voltunk egy 3-4 órát. Bár a meg le is lépett most hozni kaját, úgyhogy velem ez a helyzet. Na, Galactic Empire üzente, ha tudnátok, mennyire szerettem volna a Rise of Skywalker stáblistája után azt látni, hogy Grievous felássa a fénykardokat. Ja, felás, értem. Hát, ja. Haha. Na, Gera, nem írsz valamit? Most írtál, hogy... Kacsintós jel, és ő. Amit nem akarsz hozzáadni még ehhez? Mondj valamit, Gergő. Gera, megtennéd, hogy szólsz cseleinek? Mert én elfelejtettem neki szólni. Sabotage. We used the scrap walkers on Braca. I'll just jack one.
Get a load of the kid. He thinks we're back in a Clone Wars. Ja, amúgy igazából így maga az átvezető videó alatt, amíg megy, addig annyit mondok nektek, hogy az OBS ez fú kiakaszt néha, már beállítok előre mindent, minden tip-top, aztán elindítom a streamet, és minden összeszarja magát. Mindent újra kell indítani, de most nem szórakoztam vele, tudtam, hogy megint ez lesz, mindent fogtam és újraindítottam egyből, és most egyből megy minden. Szóval, a királyság. Már írtam neki, minden rendben, kaptam az értesítést. No feme, csak nem be van kapcsolva neked a csengő a csatornámra, Gergő, barátom. Előre közlöm, srácok, hogy biztos nem fogjuk most végig tolni a kássékos részt, maximum feléig fogunk eljutni. Egyrészt már nem akarok megint egy ilyen 3 óra 50 perces volt a tegnapi stream, és hát nekem ez kicsit sok volt már tegnap, és abból igazából a feltett videó úgy lett 2 óra 50 perces, hogy kivágtam belőle egy órát, mert volt egy óra bénázásom az egészben, és nem csak egy kezdeti negyedórás bénázás, mint ami most is volt, hanem a végén egyszerűen nem tudtam már sehova se eljutni, mert mindig, ha túljutottam egy ellenségen, akkor az ölt meg. Majd már lehet, hogy nem tudom, hogy az ölt. Mászunk föl ennek az AT-AT lépegetőnek a lábán. És akkor itt oldalra kell ugrani, ugye? Nem is emlékszem már rá. Az biztos, hogy ez a jelenet fixen idején az egyik első gameplay demóban ott volt. Tehát így ilyen lesz a játék. Star Wars világában azért nem tudom mennyire ütötték meg ezeknek a lépegetőnek a pilótáit, egyébként a karbantartóit, hogy hogy lehet ennyire elhanyagolni egy lépegetőt, hogy hát ez könnyű volt. Oké, benne vagyunk a lépegetőben. Oké, halkítsunk a játékban. Köszi Galactic Empire. Mert hogyha beszélek, aha, látom már mi a baj. Így elméletileg jónak kell, hogy legyen. Körülbelül. Így úgy gondolom, hogy szerintem fele olyan hangos a játék, mint én vagyok. Nem így, pont ugyanolyan hangos, mint én vagyok. Szóval így jó lesz. Jónak kell, hogy legyen. Vagy magamat veszem feljebb egy picit. Így jó? Hello! Megvolt a teszt. Megvolt a teszt. Most már jó lesz minden. Oké. És én most amúgy a... egy perc türelmet kérek, srácok. Így, né? Oké.
Na, annyi a lényeg, hogy ugye én az Xbox-ról streamelem a játékot Windows 10-re, és ugye ez hát egy minimális késleltetés van benne, amit ti nem biztos, hogy észrevesztek, nekem picit feltűnhet a játék közben, és igazából most úgy van megoldva a dolog, hogy egyszerre van rádugva a gépem is HDMI kábelen a tévére, meg az Xboxom is a tévére, és ugye az a lényeg, hogy az Xboxnak ezt az átjátszó alkalmazását csak úgy lehet átlőni a gépre, hogyha ki van vetítve egy képernyőn. Ennyi. Így most jó, srácok? Most jó, oké. Köszi, Galactic Empire. Igen, oké. Na nyomjuk, srácok! Tegyük már az egyik. Ajjajajajaj! Na! Ez így jól sikerült, már elsőre. Fogadjunk, hogy most vissza-vissza a legelejére. Remélem azért nem, de fogadjunk, hogy még úszni is kell. Jézusom! Jól indul ez a stream, tökéletes! Tegnap a nap végén volt ez már, de lehet, hogy át fogom állítani a... Ne is... Nem, nem dobott át oda, tök jó. Akkor ennyi könnyítésünk már van. Ez az. Lehet, hogy ne bénázzunk annyit, szerintem átállítom a nehézségi szintet egy picikét lejjebb. A Jedi Masterről leveszem Jedi Knightra, jó? Ha nem haragszatok. Ha nagyon toppon vagyok, akkor szerintem meg tudnám oldani Jedi Masterben is, de most nem vagyok. Na, mi fog történni most? Erre a lépegető vezetős részre nem nagyon emlékszem. Csak ennyi, lőni kell és kész. Semmi extra. LT, az ez, nem? Hát, ez elég. Jaj, bocs. Érdekes volt így. Oké. Erre felemegyünk, ugye? Jó, felemegyünk. Saw Gerrera! Ja, azokat lázadók most. Hey! Who are you? Someone who just brought an ad to the table. Who are you?
trouble making the Empire angry. We're venturing on an imp landing pad up ahead. With my fire support. Copy that. Aha. Okay. Nincs szélkereszt. Úgy emlékeztem, hogy itt volt. Ja. Még odalent is vannak emberek. Cső, meleg! Olvasd be a nevem, Mester! Életemben nem szólítottál még így, hogy Mester Cselei. Azért jó, amikor itt vannak az embernek a barátai is. Megnézik, hogy hogy égeti magát a nép előtt. Olvasd be a nevem, Mester! Hallod, ezért vendégem vagy egy sorra. De komolyan, ez hogy jutott eszedbe amúgy? Mester! Hát az jó. Juhú! Tyú, tyú, tyú! Bum! Na neztek! Nem írnak semmit, csak annyit, hogy lőjünk. Ennyi. Király. Hogy nem fogynak el sose. Na, még lőni kell valahova? Várja már, ez olyan... Ah! De nincs életünk, szóval ez így most így... Ha még lenne, vagy írja valahol, hogy van életünk, amúgy srácok. Na. Ez komoly? Pillanat. De semmi, most őt lőni kell komolyan, ennyi? Persze, hogy mutatja. Mit mutat? Életet? Hol? Az, ami ott megy csík, az nem az életem, hanem hogy ahogy lövök, az, hogy mennyire melegszik túl a fegyver. Szerintem inkább csak az. Most bebugolt a játék amúgy? Na, fel kellett volna robbannia már, nem? Jól indul az a játék most. Ja, hogy ezzel is lehet lőni, hát ezt nem mondta senki. Istenem! Ez az LT. Szia, halas szendvics! Hello there, neked is. Ezt írta amúgy. Írta is, hogy LT-t nyomjad az LT-t, haver. Furcsáltam is amúgy kicsit, de na mindegy. Túljutottunk, végre. Nem kell újra indítani a harmadjára és az Xboxot. Királyság. Yeah, I'm okay. You all right? No, you're not doing that again. You just wrecked a perfectly good walk. Got an angel. Nem mondod. Nem tudom, mit összeaggat az átjátszás. Szóval,
Reese, this is Saul. How you doing? What do you want with Toph? Jedi business. Jedi is dead. Not all of them. Get that over corpse? The Master gave it to me. This pad supports an Imperial refinery that runs on Wookiee slave labor. Intel suggests that some of the captains there are guerrilla fighters. I should help them. One of them might know how to contact Tarfleet. It's possible. Whoa, wait a minute, hold on, wait a minute. The Manish works wonders. I mean, it's a great ship, excellent pilot, but it is not built for close support. We'll stay here and... Hát átugrani az átjátszásokat. With a bit of luck, we'll intercept any distress calls. Appreciate it. My lieutenants and I will scout ahead to prepare the attack. Join us when you're ready. Go, go. Perc is jövök, srácok! Na, bocsi srácok, megint csak kellemetlenségünk volt. Egyszerűen láttam azt, hogy akadozik egy kicsit a kamerának a képe, illetve, bocs, nem, a streamnek a... az átjátszása, és emiatt arra gondoltam, hogy valamit kicsit módosítok. Ugye az Xbox is vezetékes hálózaton van, a gép is vezetékes hálózaton van, a streamet magát vezérlem egy gépről, de nektek másik gépről írok, és közben megkértem a páromat, hogy ne használja a Wi-Fi-t. Én is levettem mindent Wi-Fi-ről, itt is minden, még a kamerán is USB-re van állítva. És ugye az volt a lényeg, hogy szétkapcsoltam a kamerát egy percre, és utána nem volt hajlandó újra kapcsolódni. Csak akkor, hogyha újraindítottam magát a gépet. Tapasztaltam már ilyen hibát, csak egyszerűen nem értem a működését. Miért van az, hogyha beállítok valamit az OBS-ben, akkor működik, aztán meg, hogyha elindítom a streamet, akkor minden összeszarja magát. Na mindegy. Lényegtelen. Itt vagyok. És nyomjuk tovább a Kashyykot. Szia Áron, semmiről nem maradtál le. Köszi Gergő, köszi a bizalmat. Szia Gergő. Igen, Bálint segített egy pár dologban a legutóbbi streamben. Szóval üdvözöllek téged is. Ó, tényleg. Most egy picit késik a kép. Egy perc. Úgyhogy átállítom a tévét. Kábeles. Így. Most az Xboxot fogom látni. Ti meg a streamet. Jó. Oké, nekem most már nem késik a kép. Tökéletes. Na nézzük, mit csinálunk BD1-nal. Ja, a legutóbbi streamből összekevertem BD1-t BT1-nal. Ugye az orgyilkos droiddal, az egyik képregényből. Most itt mit kell csinálni? Amúgy. De hát én itt fogadj, én itt leesek, leugrom, nem? Leugrom, leesek, nem? Aha, itt körbe tudok menni, mi? Mire nem jó egy térkép, nem igaz? Mi van alul amúgy? Fények vannak bent ott abban a fába. Lehet, hogy csak a pálya széle. Na gyerünk! Nincs letiltva a netről, odaadtam neki a mobilomnak a 12 giga internetjét, szóval annyira nem kell sajnálni szegényt. Tudom, hogy merre megyünk. Jó, nézzük meg ezt is akkor. Semmi extra, ennyi. És oda hogy jutok át?
Az még itt le van tiltva, lent van egy asztal. Ja, javítunk valamit BD-1-on, és akkor majd most már tudja kezelni ezeket a zipline-okat. Remélem legalábbis. Overcharge. Uh-huh. Így né. És ezzel én visszafele is tudok menni amúgy? Ah, visszafele viszont nem tudok menni. Tök jobb. Akkor hogy jutok át oda? Majd a dupla ugrással, amikor az is meg lesz. Igen. Most nem tudok átmenni, úgyhogy... Hopp, hopp, hopp! Ajjajjajjajjaj! A pókháló. Tudtam, hogy itt lesz valami pók, csak aztán így tökre nem jött is. Hű, nem is tudtam, hogy ilyen kombó is van kivégzésre. Klassz. Igen, általában négy sarok van egy szobában, kivéve ahol nem. Ja. Na, ezt a fix 6 nézőt, ezt fixen hozzuk, úgyhogy ez tök király. És ezt most itt hogy fogjuk kikerülni amúgy? Sehogy? Ja, ezért kell visszaállítani ezt. Jó, oké. Értem. Szkenneljük be őket gyorsan. Meg is vagy. Mehetünk tovább. Lesz egy kis párbeszéd. Szóval. Mármint, hogy szó Gererával. Nagy a fény így amúgy. Meg kell mentenünk a Wookie-kat. Mi másért jöttünk volna alapból?
Sugerer, amíg itt elbetmenezik. Na. Jó, na, sok mindent mondtatok most, úgyhogy ne haragudjatok, hogy nem fogom név szerint elmondani mindenkinek. Szóval, a sárga fénykard alapvetően kifejezetten a citromsárga vagy arany fénykardja a templom őröknek volt. Amúgy ezzel kapcsolatban csináltam már egy videót, szóval nézzétek meg a csatornán, ezt most nem fogom elmondani. Tény, hogy a templom őröknek volt, és Ventressnek is, a Sötét Tanítványban, illetve a Kindred Spirits, vagyis a Rokon Lelkek című short storiesban, vagy rövid történetben. Illetve a Rey-nek is ilyen színű fénykardja lett, de ez, ami nekünk van, ez nem sárga színű fénykard, hanem narancssárga színű fénykard. Narancssárga színű fénykardot először a Mester és Tanítvány című regényben láthattunk, amit egy pillanat múlva le is veszek a polcról, és meg is mutatom nektek, nem tudom mennyire látszódik, itt van. Ebben a könyvben jelent meg először a kánonban a narancssárga színű fénykard, mégpedig egy különleges fajta kristály, ami nem kiberkristály, hanem az úgynevezett Kolen kristályban, vagy képében jelent meg, ami nem kiberkristály, hanem egy különleges másfajta kristály, és Obi-Wan és Qui-Gon egy különleges kaland során jutottak hozzá. Na mindegy, a narancsárga kristálynak nem igazán van jelentése, ahogy én úgy érzem, hogy alapvetően magának a fénykard színeknek a kánonban nem kifejezetten van jelentése, a legendákban nyilván volt valamiféle hozzátartosított magyarázat, úgyhogy igazából ennyi erről. Kolen kristály, így van Áron, ahogy mondott Kajak. Ja! Nézzük meg egy kicsit a skill fát, hogy van-e már új képesség, amit fel tudunk oldani. Persze, hogy van. Na, mit oldjunk föl? Ehhez egy kell. Ez csak tanulni lehet. Jó, nekem olyan kell, amit meg tudunk nézni. Ez az erőlökés. Nézzük meg, ez mit csinál. Oké, ez érdekes cucc. Viszont a plusz élet sem lenne rossz nekünk, de lejjebb vettem a szintet, úgyhogy annyira nem vészes, úgyhogy most ez lesz az, ez az. Így né. Most már van plusz erőlökésünk is. Ja, meg, bocs, resztelünk egyet. Vagy ne reszteljünk? Még most kéne inkább, nem? X. Ezt is tegnap nekem a Bálint mondta. Köszi Bálint még egyszer. Félelem kardja. Nem. A Kolen kristály nem mondanám, hogy kifejezetten a félelem kardja. Nem mondanám annak. Ez miből gondoltad ez Bálint egyébként? Ja, és hogy hogyan jutottunk hozzá a narancssárga fénykard színhez? Hát úgy, hogy úgy jutottunk hozzá, hogy mindjárt mondom egy pillanat. Melyik ez a Limited Edition, vagy ez a Gold Edition Editionhöz járt. A narancssárga fénykard penge szín. Ennyi. Nem sok játékot vettem életemben. Két éve van Xboxon, Battlefront 2-t vettem meg, az Anthemet vettem meg ezt, és arra gondoltam, hogy ha már játékot veszek, mivel ilyen ritkán veszek, akkor ilyen az extrásabb verziót szeretném megvenni belőle, és ebből is az egyel bővített változatot vettem meg, amihez jártak olyan plusz kontentek, mint egy plusz digitál artbook, tehát egy ilyen koncepciós rajzokat tervez, vagy rejtő kis... ilyen PDF-szerűség. Járt hozzá egy plusz skin. És még ezen kívül mi is járt hozzá?
Nagyjából ennyi. De... Oké. Okay. Jaj. Szóval, igen, ez volt a lényeg. Fizettem érte. Halk a game. Na most meg halk a game. Így jó. Nem az a jobb, a mikrofont vettem följebb. Elméletileg ezt, hogyha följebb veszem egy picit, akkor jobb lesz a hang is. Így nem túl hangos kicsit a játék, srácok. Szerintem így jó lesz. Na. Itt el most azt hiszem nem tudunk tovább menni. Ugye? Nem hát. Na nyomjuk! Hopp! És egy Purge Trooper, vagy Purge Trooper. Biztos Purge, de azt hiszem, hogy a klónok voltak trooperek. Ajajajajajajaj. BD-1? Come forward, Jedi scum. I'll impale you. Fight me, traitor. You'll have to try harder. Nincs ki akkor nekem ezt a zajtót, légy jó. Amúgy egyébként kell alapból a mesterének a fénykardjával küzd, de ez majd úgy is kiderül a sztoriból. A mesterének, aki egyébként egy lassat volt, olyan mint Zeb a lázadókban. Jaj. Neki egy dupla pengés kék színű fénykardja volt, és majd a sztoriból is kiderül, hogy amikor hát sajnos megtörténik a 66-os parancs, akkor ezt a fénykardot hagyja a tanítványára. Ennyi. Ennyi a sztori igazából. Eredetileg kék színű volt, mondom, a játéknak az extra verziójában én ezt meg tudtam menni, ezt a narancssárga fénykardot, ezt adták hozzá így pluszba. Ennyi. Öt ember, öt like. Tetszik ez az arány. A
Amúgy tökre jó érzés, hogy, hogy tényleg jó. Tényleg aki mondjuk profi streamer, öt ember, úristen, hát nem egy nagy cucc, de nekem igenis jó érzés, úgyhogy köszi, hogy itt vagytok és néztek. Meg tegnap is fixen volt 5-6 ember, aki nézte, ahogy bénázok itt a játék előtt, úgyhogy... Na, szóval köszi szépen, ennyit akartam mondani. Csúnya volt. No. Little help. Need a stim? Hey. What is it? De mit, mit pittyeksz? Na, van valami jó sztoritok? Meséltek valamit, srácok. Ti játszottatok már amúgy ezzel a játékkal? Ezt nem is kérdeztem szerintem. Aki volt, az, az írta, hogy igen, vagy nem. Sőt, srácok, arra voltam kíváncsi, Gera meg Tomi, hogyha itt vagytok, ti játszottatok már ezzel egyáltalán? Ajaj. Meg fog ölni, basszus. Mondom. Nincs is több életünk, úgyhogy... Ajaj. Meleg volt, és maradt több életem.
muszáj resztelnem egyet, mert nem maradt semmi életem, úgyhogy úgyis meghalnék. Hát ezt nem igazán érte meg ez a resztelés. Jó, na menjünk. Na, adjunk. Counter-Strike, oh my lord. De szépek, ja hát igen. Megvan ennek a játéknak a szépsége, meg a... meg a hátránya is. Az a baj most, srácok, hogyha most tovább megyek, ott van egy izé. Jó. Ja, nem így kellett volna megállítani amúgy. Skill fat. Learn. Tényleg amúgy Gergő, te játszottál valaha amúgy Counter-Strike-on kívül, meg LoL-on kívül mással? Csak érdeklődök. We can do this. I promise. Ezért is lelöktem a... This needs power. Jól van.
Igen, Áron, már tegnap mondtam, meg ma is, hogy a Squadrons-szal szeretnék majd játszani, és azt megelőzően még a Battlefront 2-nek a repülős játékát is szeretném majd közvetíteni mindenképpen. De hát nyilván a Star Wars Empire csatornán inkább Star Wars játékkal szeretnék játszani. Van ami másik YouTube csatornám is majd, hogyha mással játszok, szerintem azt inkább azon közvetíteném. Na és Gera, mivel játszottál még amúgy ezeken kívül? Emlékszem még a régi C1.6-os időkre? Azok voltak ám a jók, mikor Lampard tisztunk a pincébe. Ja. Jaj! Most fogadjunk a levág, és ó, mennyi életet elvett. Az szép volt. Az izgi volt. Hú! Ajajajajajaj, megint le fog venni egy csomó életet. Azaz, és ki is engedtük a Wookiekat, királyság. Nekem erről a Wookie nyelvről mindig az jut eszem, amikor a Solo című filmben az Elden Ehrenreich ilyen torok hangori nyomott egy kis Wookie nyelvet emberként, az tök vicces volt. Nyilván ugye egy csomó ilyen sci-fi-ben, meg fantasy-ben tényleg megalkotnak egy egész mesterséges nyelvet, például az Avatarban is a Naviknak a nyelve, az, ha jól tudom, nagyrészt egy kézbeszélhető nyelv, tehát ezt tényleg nyelvészek megcsinálták, és megtanulható úgy, mint mondjuk a tünde nyelvek a Gyűrűk Urában, vagy a Trónok Harca egy-két nyelve. Ez a szemben a Wookiee nyelv az ugyanúgy, mint az astrodroidok nyelve a Star Warsban, igazából ez tényleg egy nem létező nyelv, nem is tudok rá jó szót, tehát hogy igazából ez így nincs. Ez olyan, mint a Marvel filmekben a Grootnak a nyelve, és tudsz Grootul, és igazából persze, ja, és igazából csak annyit ismételget rajta végig a Groot, hogy én vagyok Groot, én vagyok Groot. Na most ez egyértelműen nem nyelv. Hát, én annyira nem mondanám furának amúgy Áron, hogy nem jött még trailer a Mandalorihoz. Őszintén, tényleg. De... Oda meg majd azt hiszem csak most tudunk átmenni most. Viszont ezt át lehet kapcsolni, ugye? Mindjárt. Hey, BD1. Oké, akkor először ezt. Igen. Jó, ezt nagyon faszán sikerült ugyanoda betenni. És... Oké, de... De én így még mindig nem tudok átugrani, mert mindig nincsen dupla ugrásunk, szóval valamilyen... Ez már így okés lesz. Thanks.
Hát nem. Tyűha, és akkor most, most mi lesz itt? Nem tudunk tovább menni megint. Ja nem, értem már, hogy ez hogy van. Hát úgy, hogy én ezt átállítom így. Mondom. Így. És... oda nem érek el, oda se érek el. Hanem majd ott visszafele tudok jönni. Gondolom én. Ajajaj, ez egy tök másik pályarész, úgyhogy nem ide kell jönni. Remélem vissza tudunk jönni ezzel a liftel most, mert nem akarok ebbe belemenni már. Megnézhettem volna előbb a térképet. Ez az. Jó, királyság. Így né. Ezzel itt úgyse tudunk tovább menni azon, amíg fönt nincs meg minden. Mi lesz itt a logika, srácok? Mi lesz itt a logika? Nem értem. Hú, pedig én ezt kijátszottam. Ez most így érdekes lesz. Jól gondoltam én akkor. Csak bénáztam. Igen, a hutnyávról én is úgy emlékszem, vagy nem. Hirtelen őszintén lehet, hogy nem is tudom. Nekem is úgy rémlik, mint hogyha valami ilyesmit hallottam volna a hút nyelvről, hogy ja. Hoppá! Na. Küzdenék meg veled. Igen, és most itt vagyunk, és mégse tudunk sem erre menni. Hát pedig itt jó helyen vagyunk, nem? Á, ez az. Szóval a Mandalorianhez második évados trailer jöhetne már. Ó, úgy eszembe jutott egyébként ezt a dolgot. Lehet, hogy akkor hamarosan kapunk egyet. És itt amúgy kimaradt valami, amiért még most gyorsan visszamegyek.
hozzá ez? Hogy én itt... Tudtam, láttam már előre. És... Igen. Remélem, hogy életet is ad majd. Nem, még egy kell hozzá. És itt én ugyan le tudnék ide ugrani, kivenni azt, de attól félek, hogy akkor ott nem bírok visszaugrani. Mindegy, próbáljuk meg. Hey now. Did you find something, BD1? Jó, sikerült. Ó, na már. Na már! Ezt nem hiszem el, srácok. Jolt this thing. On me. Very helpful. Hát ez igazán istenesen félúton van, úgyhogy el kell, hogy érjük. Ez az. Hú. Hú. Ez meleg volt. Mi van? Na srácok, hamarosan alvás idő jön, úgyhogy nem akarok senkit elkeseríteni, de a mai streamből ennyi elég volt. Tudom, hogy sok bénázás volt most benne, és sok mindenre nem jutottunk, de el tudtuk kezdeni végre a kesikot. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Az erő legyen veletek. Szerbusztok! Tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren.
Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erről legyen veletek. Sziasztok!